7 edző irányításával mintegy 200-an úsznak Nyíregyházán, közülük több mint 100-an versenyeznek is. A felkészülés augusztus végén kezdődött, október elején pedig már a budapesti világkupa versenyen állt rajtkőre Hadházi Dóra és Szurovcsák Ivett. Az elmúlt hétvégén Debrecenben mérhették le formájukat a fiatalok. A Hajós Alfréd Kupa harmadik fordulójának számító versenyről 40 éremmel tért haza a nyíregyházi különítmény. A BK-tól a felnőttig szinte mindenki ott volt a versenyünkön. Ez az első olyan nagyobb szabású verseny, az a Hajós Alfréd verseny Debrecenben, ami már ugye a őszi felkészülés első lépése. Itt ott voltak a béka korosztályból a legkisebbek közül, kiemelném a Kecán Noját, aki a legkisebbeknél nyerte a számait, az Kovács Attila tanítványát. A nagyobbak közül, ugye Gyulasanyi tanítványai közül Hadházi Dóri szinte hozta a kötelezőt, nyerte a számait. Olaf nem tudott sajnos részt venni, mert válfájdalmakra panaszkodott, ugye kisebb sérüléssel. A nagyobbak közül viszont üdvözölhetjük újra Trizner Olivért, illetve Onodi Gyulát, akik tavaly ugye különböző klubokba igazoltak, de visszaigazoltak Nyíregyházára, jobbnak látták itt folytatni tovább, és ők is szintén nyerték a számokat, illetve ez is bronzérmet szereztek. Sok pihenőt nem kaptak az úszók, mivel szombaton és vasárnap újabb versenyen indulnak a nyíregyházi fiatalok. Kétnapos verseny vár minket Hajdúszoboszlón a Hungaroszpál Kupa. Ez is egy évtizedek óta menni nagyon jó verseny. Itt is szeretnénk a legeredményesebb csapatként végezni, hiszen itt a csapatok között is szoktak pont versenyt hirdetni, illetve utána jönnek a úgymond szokásos versenyek, illetve meghívást a válogatott részéről a CECIM és a Miskolci Vízmű Kupa, ami nekünk ilyenkor ősszel szinte kötelező. Jövőre a hazai bajnokságok mellett az év főversenye az ifjúsági Európa-bajnokság, amelyen Hadházi Dóra, és az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, amelyen Cserfalvi Olaf képviselheti a nyíregyházi színeket.